Vegyük a következő egyenletet. Rakjunk 100 játékost egy repülőre, gorjanak ki egy szigeten valahol, keressenek maguknak fegyvereket és felszereléseket, egyre csak szűkítsük a játékteret és menjen addig a játék, amíg csak egy marad életben. Ennyiről szól a jelenleg Early Access-ben elérhető PlayerUnknown's Battlegrounds. Menjük is végig ezeken a pontokon. Főmenüben rányomunk a gombra, hogy toljunk egy meccset, és körülbelül 6,23 század másodperc múlva már el is kezd tölteni a játék. Először berak minket egy gyülekezőhelyre, ahol egymást ütögethetjük, lövöldözhetjük egy percen keresztül, míg szépen feltölti a játékos listát 100-ra a szerver. Egy perc után mindenféle felszerelés nélkül egy repülőn ülünk, ami valamelyik irányból valamelyik irányba átszeli a szigetet, itt kell kiugranunk, ahol nekünk szimpatikus. Amint földet értünk, megkezdődik a hajtóvadászat. Kell fegyver, töltény, táska, kell fegyverhez kiegészítő, kell gödszer, bármi, amit találunk, és segít abban, hogy mással tudjunk végezni úgy, hogy közben mi nem mordálunk meg. A sziget 8 km széles és 8 km hosszú, ami roppant nagy 100 játékosnak, viszont erről a pontról gondoskodik a játék nekünk. Már az elején kijelöl egy kört a szigeten belül, ahova el kell jutnunk. 5 perccel később pedig megindul a gyilokfelhő kívülről a kör felé, amin ha kívül maradunk, szép lassan elveszítjük életünket. Amint leszűkült a játéktér, egy kisebb kör kerül kijelölése azonnal egy üzenettel, hogy a gyilokfelhő mikor indul tovább. Így terelve a játékosokat az egyre kisebb területre, éri el a játék, hogy mindenképpen találkozzunk másokkal, ezzel generálva a konfliktusokat. Éppen miatt muszáj nyitva tartani a szemünket, hiszen nem kevés játékos tart ugyanarra, mint mi. Utunkat megkönnyítheti jármű is, amiből van egy pár elszórva a pályán. Előnye, hogy gyors, hátránya, hogy messziről hallani, és ezáltal könnyen lokalizálnak az ellenfelek. A célunk természetesen az, hogy mi legyünk az utolsók, de az elején már az is eredmény lehet, hogy sikerült leölnünk valakit, vagy bejutni a top 20-ba. Nem egy egyszerű játék, főleg, hogy tényleg 100-ból kell a legjobbnak lenni, és ha rosszul választjuk meg a kiugrás helyszínét, akkor akár egyszerre 20 emberrel kell rohannunk a különböző épületekbe keresni a fegyvereket, vagy kilométerekre lehetünk a szűkített játéktértől. Tereptárgyak szintjén igazán büszkélkedhet a PlayerUnknown's Battlegrounds, ugyanis minden épületbe be lehet menni, és általában találni is felszerelést. Persze, ha más ott van, akkor nem lesz túl jó napunk. Elengedhetetlen ehhez a játékhoz egy fejhallgató, annyira tisztán lehet hallani a játékosok lépteit, meg azt is, hogy melyik irányból jön a hang. Egy jó füles nélkül esélyünk sincs a túlélésre. Az egész világ hajtómotorja az Unreal Engine 4. Igazából panaszom nincs rá. Alig van akadás, mozgásra, animációra, fegyverek kezelésére, járművekre, kifogásom sem lehet, teljesen jól működik. Lehet nálunk egyébként kettő puska, egy pisztoly, egy közelharci fegyver, meg egy valak gránát. A puskát, pisztolyt tudjuk különféle attachmentekkel tovább ékesíteni, mint a nagyobb tár vagy egy távcső. Jelen pillanatban összesen 17 fegyver és 35 kiegészítő van, amit be tudunk szerezni. Persze inventorink véges, de azt egy táskával, taktikai mellénnyel tudjuk bővíteni. Ezen felül van még bukócsisak is, ami ad valamennyi védelmet találatok ellen, cserébe rongálódik, ha ez be is következik. Tehát, adott egy baromi nagy pálya, amin rengeteg ember próbálja elérni ugyanazt a célt, egyre szűkülő játéktér, ami mindenkit egy irányba irányít, rohanás a felszerelésért, miközben taktikai döntéseket is kell hozni a túlélésünk érdekébe, erre 100 játékos szinte bármikor, amikor épp kedvünk van hozzá. Persze türelem is kell hozzá. Nincs is annál idegőlőbb, amikor 10 percen keresztül rohanunk, csak hogy valahonnan a nagy semmiből keresztül lőjenek minket, már pedig ez meg fog történni egy párszor. Ilyenkor szinte azonnal mehetünk is be egy másik meccsbe, ha kedvünk tartja. Amit én nem próbáltam, de egyébként említésre méltó, hogy van 2 és 4 játékos mód is. Ez alatt azt kell érteni, hogy míg sima játékmódban 100 játékos közül kell neked a legjobbnak lenned, úgy duónál 50 csapatból 2-töknek kell diadalmaskodni, a 4 játékosban pedig 25 csapatból kell nyernetek 4-eteknek. Minden meccs végén, akár nyertünk, akár nem, kapunk pontokat, amiket felhasználva megváltoztathatjuk kinézetünket, vagy kérhetünk egy csomagot, amiben van valami ruhaneműféle. Mivel nem befolyásolja a konkrét meccset azon kívül, hogy mennyire menőn nézünk ki, vagy sem, igazából nem látom teljesen szükségesnek a meglétét, de jó, hogy van. Ha verdiktet kéne mondanom a 30 eurós játékról, mindenkinek tudom ajánlani, aki szereti a TPS-t. Na, sziasztok!